Jordi Masson, a katalóniai Viladecans polgármestere mesél arról, hogy a városban kipróbálták a Vilavat energiahasznosítási programot. Ez megoldás lehet a magas áramárak ellen? Mi a filozófia a projekt mögött? Az energiatermelés fontos, mondja Jordi Masson. Mostanáig az volt a modell, hogy néhány központ sok energiát termelt, amelyet magáncégek kezeltek, nagyon távol a városoktól. A Vilavat célja az, hogy sok kicsi energiatermelő központ legyen, úgynevezett nulla kilométeres energia, és azt a közösség menedzselje, anélkül, hogy üzletet csinálnánk az energiából. Az energia nem luxus cikk, ez egy alapszolgáltatás, amely elkerüli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Tehát az energiát egy félig állami, félig magánkonzorcium kezeli, mint a Vilavat. Az olyan projektek, mint a Vilavat, megfékezhetik az áramárak emelkedését, főként azáltal, hogy helyi energiaközösségeket hoznak létre, zöld energiát vezetnek be, nappaneleket használnak a középületekben és a magánterületeken is. A projektet más európai városokban is meghonosítják, melyek érdeklődnek a Viladecansihoz hasonló megoldások iránt. Átadjuk ezeket a pozitív dolgokat, és nagyon ajánljuk őket, és azokat is, amelyeket talán még megkérdőjeleznek, mert nehezebb megvalósítani. Európa figyel minket, Spanyolország szintén referencia a Vilavatban, mint energia átalakítási projektben. Sok város van, amely kér minket, hogy adjunk tanácsot és tippeket olyan projektek megvalósításához, mint a Vilavat. Y estamos buscando asesoramiento y consejos para implantar proyectos como el Vilavat.